Rákkeltő anyag szabadulhatott fel a Városligetben, miközben az egyik épületet bontották. Legalábbis ezt mondják a ligetvédők. Szerintük ugyanis egyszerűen nem figyeltek az aszbesztre, amikor a markoló neki ment az épületnek. A hulladékokat elkezdték elszállítani, az aktivisták pedig követték a sittet szállító teherautókat. A Városliget ZRT elismerte, hogy találtak aszbesztet, de azt mondják, a jogszabályok szerint jártak el. Az esős idő miatt az elmúlt napokban leállt a munka a ligetben, de reggel, amint kisütött a nap, elkezdték elszállítani az eddig elbontott épületek törmelékét. Mesélte híradónak az egyik ligetvédő. Nagyon sok aktivista rengeteg cuccát nem kapta vissza, tehát nagyon sok érték maradt bent, ruhák, fényképezőgépek, laptopok. Szerették volna visszakapni a holmiukat, ezért követni kezdték a teherautót. Közben, mivel a szállítmány nem volt letakarva, különböző darabok potyogtak le róla, ezért utánuk mentek. Fut volt a végcél, egy bokros, fás terület. Állítólag egy legális lerakóhelyük volna, amit igazából nem tudtunk megállapítani, viszont az ott lévő biztonságőr, mikor kívülről elkezdtük kamerázni, hogy miket hordanak és mi van ezen a lerakóhelyen, nagyon agresszíven lépett föl, ránk uszította a kutyáját, életveszélyesen megfenyegetett, le akart lökni ott a sítdombról. Ekkor rendőröket hívtak, a fenyegetők ellen eljárás indult. A szemétdombon Szabó Gábor elmondása szerint autógumi és építési törmelék is van, a személyes tárgyaikon kívül. Ilyen palalemezek, ez a hullámpalalemez, meg ilyen eternit, ilyen szigetelő lemezek voltak közte, hogy ez mennyire veszélyes, mennyire nem, azt nem tudom megítélni, de állítólag aszbesztcementet tartalmaz, ami úgy tudom, hogy veszélyes hulladék. Az aszbeszt súlyosan rákkeltő, ezért régóta nem használja az építőipar. A 70-es években azonban népszerű építőipari anyag volt. Szálait belélegezve súlyos és gyógyíthatatlan betegség, aszbesztózis alakul ki. Ez a tüdőszövet hegesedése. A Városliget ZRT közleményben reagált. Azt írták, az épületek némelyike valóban tartalmaz aszbesztet. Ezekre vonatkozóan azonban bontási tervet készítettek, valamint a jogszabályoknak megfelelően bejelentették az illetékes kormányhivatalnak. Bontás közben olyan aszbesztet is találtak, amelyről nem volt tudomásuk, ezért a terület elkerítésére utasították a bontást végző vállalkozót. Az aszbeszttel közvetlenül érintett területen jelenleg nem dolgoznak. A műszaki ellenőr várhatóan 1-2 napon belül a vizsgálat eredménye alapján dönt majd a munkálatok folytatásának módjáról.